2. Tervet készít az Európai Bizottság a világűr forgalmának szabályozásáról, erről a brüsszeli űrkonferencián is szó volt. Az EU szerint a világűr már is a nagyhatalmak biztonsági csataterévé vált, ezt mutatja a kínai-amerikai versengés a műholdak fellövésénél. Nemrég Oroszország egy rakétával semmisítette meg az egyik saját műholdját. Ez is azt mutatja, mennyire feszült a verseny a világűrért. Hatalmas verseny folyik a világűrben, azonban ezt meg kell védeni az európaiak számára. Láthattuk a legutóbbi rakéta kilövésnél azt, hogy mindenhova törmelék hullott. Ez veszélyeztette a mi berendezéseinket is, amelyek nagyon fontosak a mindennapi életünkhöz, ilyen a Galileo vagy a Copernicus rendszer is, mondta Thierry Breton uniós biztos. Minden évben több tucatnyi műholdat állítanak föld körüli pályára, csak Kína átlagosan minden héten fellőtt egyet tavaly. Az EU szerint az ütközés veszély miatt van szükség az űrbeli forgalom komolyabb szabályozására. A műholdas rendszerek kiesése vagy sérülése ugyanis hatalmas kockázatot jelent a felhasználók és a gazdaság számára is. Képzeljük el, hogy egy nap lekapcsolják a műholdakat, ez katasztrófa lenne. Rosszul működne az időjárás előrejelzés is. Van, aki szerint lehet élni esőben és napsütésben is, de ennek komoly gazdasági hatásai vannak. Az űrből származó adatokra épülő időjárás előrejelzés 61 milliárd eurós hasznot hoz a gazdaságnak, és itt van a navigáció. Ha ezek a műholdak nem működnek, akkor leáll a navigáció, vagy a telekommunikáció, a tőzsdék. Függő helyzetben vagyunk, és ez a függőség fokozódni fog, mondta az Európai űrügynökség vezetője. A bizottság javaslatait a világűr forgalmának szabályozásáról februárban mutatják be.